Komoly igazságtalanságra hívták fel a figyelmet nyugdíjszakemberek. A Bankmonitor számításai szerint tavaly a kis nyugdíjasoknak mindössze 8%-kal, míg a legnagyobb nyugdíjat kapó időseknek több mint 19%-kal emelkedett a juttatása. Vendégünk Süle-szigeti Bulcsú. Közgazdász és nyugdíjszakértő, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. 8%, 19% nagyon-nagyon nem mindegy, és óriási a különbség, és sajnos a kis nyugdíjasok jártak a legrosszabbul. Hogyan lehetséges ez? Hogy jön ez ki? Úgy lehetséges. Egyébként viszonylag ritkán beszélünk erről, tehát amikor nyugdíj emelésekről van szó, akkor a tavalyi évet mondjuk általában elintézzük azzal, hogy 14%-ot nőttek a nyugdíjak, de ez azért nem ennyire egyszerű, mert az időseknek nem csak a nyugdíj a bevételi forrásuk, hanem van még emellett 13. havi nyugdíj, ami egy külön juttatás, és van még nyugdíjprémium, és ebből a háromból áll össze, hogy összesen mennyi az egy évben nekik jutó állami juttatás, és hogyha ezeket együttesen vizsgáljuk, akkor ugye mivel a 13. havi nyugdíj is változik, a nyugdíjprémium is bármelyik irányban nagyot tud változni, ezért jöhetnek ki aztán ilyen eltérő százalékot. Tehát akkor magyarul a 14-ből így lesz 8, mert ugye nagyon sok nyugdíjas esetleg felteheti a kérdés, hogy a 14%-ot kaptam, miért 8-at. Tehát hiába emelkedett az alapnyugdíjuk, ha az összes juttatásokat megnézzük a tavalyi évhez képest, akkor kevesebb lett, mint a 14%. Igen, az 50 ezer forintos nyugdíjaknál figyelhető ez meg, hogy ők elvesztettek ugye nyugdíjprémium soron egy 70 ezer forintnyi jövedelmet, mert 2021-ben 80 ezer forint jött nyugdíjprémiumként, tavaly pedig már csak 10 ezer forint, tehát kiesett 70 ezer. És a 13. havi nyugdíjnak a visszaépítése, ez az ő esetükben nem tudta teljesen kompenzálni a jövedelmet. Most, hogyha konkrétan megnézzük az összegeket, akkor hol van annak a határa körülbelül, aki mondjuk 8%-ot kapott a, ugye most az 50 ezeret. Igen, ez konkrétan minden szinten kicsit más, tehát az 50 ezernél jön ki 8%, és ahogyan megyünk fel lépcsőzetesen, általában az ilyen 130 ezer forint környéke, ott már inflációval nagyjából megegyező emelést kaptak az idősek, tehát hogy körülbelül nekik fedezte a tényleges jövedelem emelkedésük a hivatalos inflációt, és aztán ha még magasabbra megyünk, az 500 ezer forintos nyugdíjak esetében ott meg már meg se érződött a nyugdíjprémium kiesése, mert visszajött egy óriási 13. havi nyugdíj neki, és ott már 20% közeli. Tehát hogy nagyon nagy reál emelkedés adódott az ő nyugdíjukra. Így értek ők a legrosszabbul. Na, ez tényleg nagyon igazságtalan, és akkor térjünk is át a másik témánkra, mert mindeközben Matolcsi György jegybank elnök azt mondta, hogy igazságtalan a nyugdíjrendszer, és egyébként nem is fenntartható. Egyetérte azzal, hogy igazságtalan a nyugdíjrendszer? Most nem erre gondolok, mert előbb megállapítottuk, hogy ez nyilvánvaló igazságtalan, de itt magáról az egész nyugdíjrendszerről van szó. Attól függ, hogy milyen szempontból közelítjük. Ugye a jegybank elnök konkrétan a gyermeknevelésnek a honorálását hiányolta a nyugdíjrendszerből, ugye a múlt héten a parlamentben tett egy ilyen megszólalást, és én ebből a szempontból egyetértek vele, tehát az tényleg egy valódi probléma, hogy a gyermekes szülők nagyon sokat investálnak abba, hogy a következő adófizető generáció beléphessen a felnőtt korba és elkezdhessen adót fizetni. Az összes gyermeknevelési költségnek nagyjából a 60-70%-át a saját zsebükből a szülők finanszírozzák. Ennek ellenére mégis a nyugdíjas korban sokszor ők kerülnek hátrányba, mivel annyira nem volt hosszú a szolgálati idejük. És bocsánat, hogy csak szülőkről kell beszélnem, kifejezetten az édesanyákról, mert adott esetben legtöbbször ők maradnak otthon, és Matolcsi azt mondja, hogy két gyermekes édesanyák nyugdíja 15%-kal, a három gyerekeseké pedig 20%-kal alacsonyabb az átlag nyugdíjasoknél. Ezek a számok stimmelnek? Igen. Rengeteg a 20%. Igen, stimmelnek. Ezek 2019-es adatok, az Államkincstártól szerezte a Nemzeti Bank, és azt tudjuk, hogy a gyermektelen nőknek 197 ezer forint volt az induló nyugdíjuk, a kettő gyermekeseknek már csak 167 ezer, és a három gyermekeseknek pedig 157 ezer. Tehát tényleg kijönnek a 15-20%-os veszteségek, hogyha valaki gyermekeket nevel. Hogyan lehetne ezt feloldani, ezt a problémát, vagy igazságosabbá tenni? Én azt gondolom, hogy nagyon egyszerűen meg lehetne oldani, és látunk is erre a V4-es országok körében példát. Szlovákiában például létezik a szülői nyugdíjbónusz intézménye, ezt nemrég vezették be, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a dolgozó gyermekeknek a bruttó bérének a meghatározott százalékát a szülők megkaphatják nyugdíjbónuszként. Egyébként, hogyha emlékszik, tavaly mi is beszélgettünk már ugyanebben a stúdióban. Az SZIA-jukból? Vagy az adójukból? Milyen? Mondhatjuk, hogy az SZIA-ból, de az a lényeg, hogy amennyi a gyermeknek a bruttó bére, annak a 3%-át az állam valamilyen forrásból eljuttatja a szüleikhez. Tehát, hogy régóta napi renden van egyébként a kérdés, a Nemzeti Bank is foglalkozott már ezzel az ügyel, a második reformkor alapítványnak is volt vonatkozó határozati javaslata, úgyhogy én egyetértek Matolcsi Györggyel, és remélem, hogy
előbb-utóbb Magyarországon is ez nem teljesen ugyanaz, az, amit mond, mint ami felvetődött már több éve javaslatcsomagként, ez a bizonyos pontrendszer a gyermekek után, mert az tulajdonképpen a gyermekek számától tenné függővé azt, hogy mikor mehet el valaki nyugdíjba, tehát ott a nyugdíjkorhatár is számít, illetve azt, hogy mennyi lesz a nyugdíja, mert arra a rendszerre is sokan azt mondják, hogy az is igazságtalan a másik oldalon, mert van, aki nem tud gyermeket vállalni bármilyen okból. Igen, nagyon változó, hogy a különböző országokban milyen a nyugdíjrendszer, és éppen ezért a gyermeknevelésnek a honorálása is nagyon eltérő módokon tud megvalósulni. Van, ahol korhatár engedményt kapnak a gyermekesek, például a gyermekes nők, de van, ahol pontrendszer van, Németországban például plusz pontok járnak a gyermeknevelésért, és Szlovákiában meg egy ilyen kvázi nyugdíjbónusz. Ha már nyugdíjbónusz, mert ugye akkor ott pénzt kell beletenni az államnak a nyugdíjrendszerbe, és Matolcsi azt is mondja, hogy fenntarthatatlan a nyugdíjrendszer, és itt már demográfiáról beszél. Ön szerint jelenlegi születésszámmal, jelenlegi rendszerben változások nélkül meddig fenntartható ez a nyugdíjrendszer, anélkül, hogy hozzányúlnának? Azért nehéz a kérdés, mert már jelenleg is egy nagy hiány van a nyugdíjkasszában, tehát körülbelül egy év alatt 1000 milliárd forintnyi plusz pénzt kell beletenni az államnak, annak érdekében, hogy csak a most megígért nyugdíjakat ki lehessen fizetni, és ugye ezek nem magas nyugdíjak, tehát a medián az 185 ezer forint, innen még, hogyha tovább folytatódik az előregedés, és minden bizonnyal tovább folytatódik, akkor elképzelhető, hogy korhatáremeléshez kell nyúlni, vagy szigorítani kell a nyugdíjjogosultságokat, tehát ebben is osztom a jegybank elnök úr aggodalmát, hogy nem sokáig tudjuk már így hagyni. Hát ez már hozzá kellene nyúlni. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Én is köszönöm.